Köszönöm, hogy
jelen pillanat, mivel a mélyben házban egy hang, és nincsünk visszamenni, nincsünk tagadni, nincsen várni. A lehetetlen megpróbálni lehet, mert nincsen lehetni. A diákok 1956. október 23-ára tüntetést szerveztek Budapesten. A tömeg délután a Petőfi szobortól a Margit hídon át a Vemtérre vonult, és sok nemzeti színű zászlóba kivágták a sztálinista címet. A parlament előtt már 100 000-es tömeg követelte nagyítét a kormányba. Este fél tíz körül a tüntetők vezetették a Rózsa György úton álló sztálin szobrot, a zsarnokság jelképét. A rádiónál 16 pont beolvasását követelték, ezt azonban megtagadták belőle. A felületi tömeg jelszavakat skandál. Nagy Imrét a kormányba, Rákosi a Dunába, Ruszkik haza, aki magyar bejutta. Másnap kitért a szabadságharc. Október 24-én reggel szolgált csapatok vonult a Budapestre a tárgyalás elfolytására. Az idegen katonaság megjelenésével a tárgyalás nemzeti szabadságharccal változott. A főváros számos pontján fegyveresen állók vették fel a harcot. A harcosok közül sok volt a 10 éves pesti srác. Kérdés a vérpestitán, első esik is elveri, most a vérke megmaradnak a Pesti utca kövején. Piros a vér a Pesti utcán, munkása ifjabb vérek volt, a három színű logó mellé fejtek vigyázó logó. Az inkább megfélemlítésnek szánt szovjet beavatkozás kudarcot vallott. A fordulat október 28-án következett be. Nagy Imre miniszterelnök a forradalom oldalára áll. Üzenetet rendelt el, és nemzeti demokrácia.
lakosok címerett a hivatalos állami jelkünk, március 10-én pedig ismét nemzeti ünnepünk. Újjáérett a több pártrendszer is. A kormány megkérte a személycsapat kivonását Budapestről, majd az országból. A háromszínű lobogó mellé tegyetek három esküvést, sírálok a legnagyobb tiszta könnyet, s a zsarnóság gyűlöletét, s fogadalmat, a kicsi ország, elnöke lejtse apu nyelv, gyújt született a szabadság, hogy Pestén után oda lép. Nem érti ezt az a sok ember, mi állatként már nincs tenger, miért remettek világrendbe? Egy nép kiáltott, aztán csendbe. De most sokan kérdik, mi történik? Mi tettünk csomból útból törvényt? És kérdik, egyre többen kérdik, ebben mert végig nem érti. Ők, akik örökségbe kapták, ilyen nagy dolog a szabadság. Zászló, mint nem tévednek szét, a színek maradnak, akármilyen a szép. Álmaimban álmodtam, jó lenne szeretni, legyen olyan hely, hogy jó magadnak lenni. 1956. november 4-én, vasárnap, hajnalban megindult az első kör elleni szovjet támadás a magyar forradalom elnyitására. 5 óra, 20 percból a Szabolcs-Kossuth rádióban hangzott el Matyének népévezet intézet utolsó szózata. Nagy ünnepetés a magyar népköztársaság miniszter tanácsának felelőse. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosi helyen, azzal nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormány. Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. Ez között az ország népével és a világ közvéleményével. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indított a fővárosunk ellen, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormány. Csapataink harcban állnak. A kormány helyén van. Ez közben az ország népével és a világ közvéleményével. A túlerő egy hét alatt felszámolta az ellenállást. Novemberben szürkék az utca, novemberben szürkék az ember, novemberben utános Peste, nevetni nem lehet. Novemberben égnek a gyertek, kicsinyek teltek, véznek és nagyok. Novemberben földig hajolnak a sötét kalapok. Novemberben géppuskák szóltak, tankok tapostak a földre megett. Novemberben gyilkoltak, öltek, november temetett. Novemberben sírnak az utcák, novemberben sírnak. Novemberben itt esküszettek, gyaláztak törvényt, így voltak jogot. Novemberben vörössel mérdem a mágyarogót. Novemberben sírnak a tisztász, novemberben sírnak az emberek. Novemberben könnyek köszöntik az elesetteket.
33. évfordulóján Szőrös Mátyás, a parlament akkori elnöke, az országház ablakából kikiáltotta a Magyar Köztársaságot. Évek Juhannak, Szátorosszának, Szobatudikának, Zánának, előttünk jártak, Tréciához értek, hitvalló ősök, a műhelyébek. Most eljött számunkra az emlékezés napja, mikor szárvaszokként hősök áldozatja. Sírjai konfényes, piros vagyok rémek, melyek hőskettekről és pesti srácokról legyen eltelenek. És hála a kegyelem örök istenének, hogy a pénzügyeltek leszabadulnak. A csillagok messze a föld színébe látnak, kik hosszú úton vándoroltak, itt hazát találtak. Megérintem, jó lesz magyarnak lenni.
63 évvel ezelőtt már őzött a kegyetlen, a hatalmasak, de soha nem tudja tőlünk elvenni azt, hogy a magyar magyar, a nemzet nemzet, a haza hazamaradt. 1956 hősei, a pesti srácok, az ifjak és idősek felismerték az összefogás és a magyar szív erejét. Nem akartak más, csak egy független, szabad magyar hazát. Sokan az életüket adták Magyarország szabadságáért. Tartozunk nekik annyival, hogy megőrizzük emlékünket. A magyarság történelme során mindig elérkezik az a pillanat, amikor új, mélyebb összefüggésben jelennek meg a múlt eseményei. Október 23-a ma már nem csak a forradalom emléknapja, hanem ténylegesen a magyar szabadság ünnepe is, amelyet féltünk, óvunk el ma is. 1956. október 23-áról minden évben ünnepi műsorral emlékezünk. A múltnak tisztelettel adózni. Ahogy ezt tesszük ezt a mai napon is. Engedjétek meg, hogy köszönetemet fejezzem ki Bokovics Lajos néptanárnéninek, egy nagy tapsodnak. Ünnepségünk végén kérem, hallgassuk!